Négy napon át a legjobb hazai előadók és feltörekvő zenekarok adják egymásnak a színpadot Fonyódon, a 10. jubileumi Rock Balaton Fesztiválon. A rendezvényre az ország minden pontjáról érkeztek rockerek, hiszen azt mondják, itt igazán önmaga lehet az ember. Csütörtökön a Klasszika koncertjével vette kezdetét a zenei folyam. Őket Rudán Joe váltotta. A folyamán itt volt még az Alvin és a Mókusok és a Depresszió is. Aki csak tehette, több napra érkezett, vagy éppen megtoldotta a négy napot egy kis pihenéssel. Pénteken a Detonik vezette fel a többieket. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a feltörekvő nyíregyházi rockerekre, a nemzeti hangra. Több nemzeti hangfeliratú zászló lengett a levegőben a koncert alatt. Őket az Ossian követte a színpadon. A zenekar szinte hagyományosan fellép a Fonyódi Fesztiválon, ahol minden alkalommal fergeteges hangulatú bulit csapnak. Ez így volt idén is. Szinte teljesen megtelt a színpad előtti tánctér, és a rockerek együtt énekelték Paksi Endrével az ismert dalok szövegét. A pénteki koncertnapot az Aurora zárta, így a punk zene kedvelői sem mentek haza zenei élmények nélkül. A zúzás szombaton és vasárnap is folytatódott, hiszen fellépett az Ős Messenger, Moby Dick, Kárpátia, Omen, Szekeres és Barbaró Junkies dalokkal, a Király halott, a P-Mobil és a fesztivál utolsó koncertje pedig a Pokol GP volt, akik új énekessel, de jól ismert dalokkal zárták le a négy napos koncertélményt itt, Fonyódon. Éjféli harang! Yeah.